Kevesebb lesz a termés. Átlagos vagy annál is kisebb mennyiségű almára számítanak a szakemberek az idei nyár végén Magyarországon. Két új beruházás. Tornyospálcán egy fémfeldolgozással foglalkozó cég, több mint 100. Kisvárdán pedig egy éticsiga exportban érdekelt francia vállalat, mintegy 300 embernek biztosít majd munkalehetőséget. Óriási károkat okoz, ismét megjelent a magyar határ közelében az afrikai sertéspest is. A vírust alig 20 kilométerre a magyar határtól, Beregújfalunál mutatták ki, közölte a Nébih. Átlagos vagy annál kisebb mennyiségű almára számítanak a szakemberek az idei nyár végén Magyarországon. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A legnagyobb termőterületen, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében körülbelül több mint 18 ezer hektáron termesztenek almát. Az ültetvények körülbelül 15-20%-a szenvedett fagykárt tavasszal. Ez a termés már valószínűleg csak léalmának lesz értékesíthető. 2016-ban összesen 480 ezer tonna almát szüreteltek le a termelők, ebből mintegy 120 ezer tonna volt az étkezési alma, a feldolgozók 360 ezer tonna gyümölcsöt vásároltak fel a termelőktől. A Fruitweb Magyarország zöldség-gyümölcs szakmai szervezet és terméktanács prognózisa szerint ebben az évben a becslések szerint körülbelül 26 ezer hektár körüli termőterületről 550-600 ezer tonna gyümölcsöt szüretelnek le. A termés kétharmada azonban ipari alma lesz, és csak a maradék étkezési minőségű. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint azonban a mintegy 5000 hektáron telepített rezisztens ültetvényeket nem számítva, megfelelő termőterülete van az étkezési almának, bár egy részét a tavaszi fagyok károsították. Azt mondhatjuk, hogy egy 15-20%-os fagykár keletkezett, és vannak olyan kertek, amelyikben ez prognosztizálható, és vannak olyan kertek is, amik hál' Istennek ezt a sok jeget megúszta, és még eddig sikerült megóvni a növényvédelmet, és ott azt mondhassuk, hogy az étkezési alma szép, és az idő előre haladottságának megfelelő méretű is szép étkezési almák lesznek. Viszont ahol a fagy károsította, ott lesznek az étkezésében ilyen fagyléces almák, amik eleve átmennek a léalma oldalára, és ezzel azt mondhatnánk, hogy a léalmában nem várunk olyan mértékű ezt a 20%-os körüli kiesést, mint az étkezési almában. Ez már egy nagykáló határában lévő hagyományos ültetvény. Tulajdonosa csak nem 4 hektáron termel almát. Tavaly 1 hektárról csak nem 400 mázsát szüretelt le. Idén ennél mintegy 100 mázsával kevesebb gyümölcsöt szednek majd le a fáiról. Az ültetvény tavasszal elszenvedte a már szokásos jégkárt, és bár a csapadék elegendő volt, az augusztusi időjárás még nagyban befolyásolhatja ezt a termés mennyiséget is. Összességében egy közepes termés várható. Vannak olyan fajta körök, ahol szinte túlkötöttség is alakult ki, viszont van olyan, amelyeken egy darab alma nincsen. Gondolok itt például a Gloucesterre, ami hát nagyon-nagyon keresgélni kell az almát. A Gála például, ott viszont hiába leritkítottam, olyan túlkötés van, hogy ott viszont az lehet, hogy problémát fog jelenteni. És ami a legfőbb fajta az idered, ott pedig tényleg azt lehet mondani, hogy egy közepes termés várható. Nincsenek csokorban az almák, szépen egyesével vannak elhelyezkedve, nem lesz mennyiség, nem lesz nagy mennyiség, viszont talán ami megmarad, és ha sikerül a növényvédelem normálisan, akkor azok viszont nagyon szép, egyöntetű, egyforma almák lesznek. A Fruitweb zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács prognózisa szerint a hazai termelést nagyban befolyásoló uniós almatermelés idén 8 és 9 millió tonna között várható. A fagykárok miatt a kiesés csak Lengyelországban mintegy 1,5 millió tonna körül valószínűsíthető. Mértéke ugyanakkor uniós szinten kisebb, mint azt nemrég még várni lehetett. Két beruházásnak köszönhetően több mint 400 új munkahely létesül Kisvárdán, illetve Tornyospálcán. Sesták Miklós fejlesztési miniszter kérdésünkre elmondta, Tornyospálcán egy fémfeldolgozással foglalkozó ukrán tulajdonú cég több mint 100, Kisvárdán pedig egy éticsiga exportban érdekelt francia vállalat mintegy 300 embernek biztosít majd munkalehetőséget.
Két olyan beruházás támogatásáról döntött a közelmúltban a kormány, amely 400 család számára biztosít megélhetést az ország keleti sarkában. Egy francia tulajdonban lévő cég Kisvárda külterületén 3,5 hektáron építi fel a hazai és európai normáknak megfelelő élelmiszerfeldolgozó üzemét, amelyben több automata gépsoron állítanak majd elő gyorsfagyasztott élelmiszereket. Két csík a feldolgozással fog foglalkozni egy francia tulajdoni gazdasági társaság, amit azért talán érdemes kiemelni, mert tudomásunk szerint a térségben biztos, de az a speciális helyzet áll elő, hogy ő Kelet-Nyugat-Magyarországon már rendelkezik bázissal, és ezt a bázis költözteti át ide Kelet-Magyarországra, és egy jelentős beruházás, azt hiszem 300 főt fog foglalkoztatni, teljes zöldmezős beruházás épül, tehát az azt jelenti, hogy új gyártócsarnokokat, gyártógépsorokat és feldolgozó egységet fognak kialakítani, és az egész ez egy gasztronómiára épül, éti csigát fognak exportálni 100%-ba Franciaországba. Tornyospálcán egy 10 éve jelenlévő ukrán tulajdonú logisztikai vállalkozás bővíti tevékenységét, egy gyártóüzemet építenek a településen. Ők már voltak itt kisebb szinten, de most egy jelentős beruházást végeznek, 100 fő feletti foglalkoztatást fognak vállalni, és ők logisztikai a cég, de most ebben az esetben fémipari feldolgozást fognak végezni, és az autóiparba fognak beszállítani. Azt gondolom, ezek azok a beruházások. Az egyik azért érdekes, mert nyugatról jött át keletre, a másik meg Ukrajnából jön át Magyarországra. Szerintem ennek az országrésznek ez egy nagyon fontos és jó iránya. Tornyospálcán ez év végére, Kisvárdán pedig 2018 végére fejeződhet be a beruházás, amelynek végeztével a munkaerőfelvételt követően mindkét üzemben megkezdik majd a termelést. Ismét megjelent a magyar határ közelében az afrikai sertéspest is. A vírust alig 20 kilométerre a magyar határtól Beregújfalunál mutatták ki, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kedden az MTI-vel. Magyarországon egyelőre nem jelent meg a vírus, amely a környező országokban már nagy károkat okoz. A vírus emberre nem veszélyes, a sertéseknél viszont nem gyógyítható. A vírus iránt a sertés és a vaddisznó minden életkorban fogékony, és a megbetegedett állatok szinte kivétel nélkül elpusztulnak, írja a távirati iroda. Az elmúlt hónapokban Ukrajnában, Lengyelországban, Csehországban, Lettországban, Észtországban és Litvániában is regisztráltak számos újabb megbetegedést. Az európai hatóságok igyekeznek megállítani a kórokozó terjedését, Csehországban irányított vadászatot tartanak, Romániában minden repülőtéren, folyami és tengeri határkikötőben fokozott ellenőrzést végeztek a hétvégén az illegálisan bekerülő betegség közvetítő anyagok kiszűrésére. A Nébik kiemelte, a sertéságazat fennmaradása és fejlesztése szempontjából a sertéspest is behurcolásának megelőzése nagyon fontos minden érdekelt számára, ezért kérik, hogy a vonatkozó előírások és tanácsok betartására különösen ügyeljenek. A vírus nagy gazdasági kárt okoz a sertéstartóknak, felvásárlóknak, exportőröknek, vágóhidaknak és húsfeldolgozó üzemeknek is. A betegségtől addig mentes országokba, régiókba való behurcolását követően csak szigorú igazgatási, rendészeti intézkedésekkel és jelentős anyagi áldozatok árán lehet felszámolni a vírust. A fertőzött és a velük kapcsolatba került állományok valamennyi sertését le kell ölni. Az állathullákat a fertőzés terjedését kizáró módon ártalmatlanítani kell. A felszámolt sertésállományok tartási helyét többször is fertőtleníteni kell. Azon a területen, ahol a vírust megállítják, sertések szállítását, forgalmazását, felvásárlását szintén korlátozni kell, valamint az élő sertések, a sertéshús és a sertéshúsból készült félkész és késztermékek exportja sem engedélyezett. A Nébik összeállított egy 11 pontos listát, ami a betegség megelőzésének szempontjából fontos tanácsokat sorol fel, és egy 12 pontos listát, amelyet a vadászoknak érdemes betartaniuk. A tanácsok, illetve az ASP-vel kapcsolatos további információk a Nébik honlapján találhatók. A hatóság több ezer szórólapot oszt szét a betegség felbukkanása szempontjából legkockázatosabbnak ítélt Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, közölték. Hármas karambol történt ma délelőtt a 41-es főúton Napkornál. Balra kanyarodott egy személygépkocsi, miközben a mögötte érkező lassítás nélkül hátulról belehajtott, és egy szemből érkező autónak lökte. Mindhárom autó totálkárosra tört, személyi sérülés nem történt.
Vonat gázolt el egy 21 éves fiatal nőt Kemecsekül területén. A hölgy feltehetően öngyilkossági szándékkal lépett a sínekre, egy Nyíregyháza felé tartó vonat gázolt a halálra. A kiérkező mentők már csak a halál tényét tudták megállapítani. Fél évesek lettek a Nyíregyházi Állatpark fehér oroszlán hármas ikrei. A kölyköket hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. A 13 távozó futballista helyére 13 új játékos érkezett a kisvárdai futballcsapathoz. A friss szerzeményeket a hagyományos szurkolói ankéton mutatták be a klub szimpatizánsainak. A csapat vasárnap hazai pályán a Moson-Magyaróvár ellen kezdi a bajnokságot. Az ankéton azt is bejelentették, hogy 2018 áprilisától már az új stadionban játszik a kisvárda. Új szerepkörben próbálja ki magát a Nyíregyháza Blue Sharks csapatkapitánya. Nagy Krisztián edzőként dolgozik a klub által szervezett nyári táborban. A kosárlabdázó egy másik sportágba is belekóstolt, mivel az országos strandröplabda sorozat állomásain szervezőként dolgozik hétvégenként. Rohamtempóban növekednek, és éppen fél évesek lettek a Nyíregyházi Állatpark fehér oroszlán hármas ikrei. Markusz, Flóra és Fauna már egyenként 35 kg-ot nyomnak, ami nem csoda, hiszen naponta fejenként másfél kiló húst fogyasztanak. Reggeli portyázással indul a nap a fehér oroszlánok háza táján a Nyíregyházi Állatparkban. A 6 hónapos kölykök előbb végigjárják a kifutó minden szegletét, majd indul a vadászat, ugranak mindenre, ami mozog. A testvérek előszeretettel birkóznak egymással, és anyjukat is próbálják bevonni a játékba. A két nőstény kölyköt a park vendégei is könnyen megkülönböztethetik az ifjú hím fehér oroszlántól, hiszen Markusz termetesebb, és habár még alig észrevehető, de már növekszik fején sörénye. Rohamtempóban növekednek állatparkunk fehér oroszlán hármas ikrei. Markusz, Flóra és Fauna most már fejenként 35 kg testtömeggel bírnak, nem csoda, hiszen naponta másfél kilogramm húst fogyasztanak. Az ivarérettséget másfél-két évesen fogják elérni, akkor majd 200 kg testtömegűek lesznek. Az apróságok folyamatosan játszanak a kifutóban, és míg a lányok általában karmolással és hantrozással ütik el az időt, Markusz mindig a rosszban sántik el, de igazi férfi nagyon sokszor a testvéreit is védelmezi a betolakodókkal szemben. Ezek a ritka állatok a dél-afrikai, más néven krügeri oroszlán alfaj egyik populációjához tartoznak, csak Timbavati és a Krüger Nemzeti Park területén élnek. A világos színük ott a rejtőzködést segíti, mert ezt a régiót a fehér homokos folyómedrek, valamint a magas fű jellemzi. A krügeri oroszlánok fehér színváltozata egyike Afrika legtitokzatosabb állatainak, hiszen évszázadokon keresztül csak sejtették létüket. Az őslakosok úgy tisztelték őket, mint az isteni világ közvetlen küldötteit. Élőhelyük Timbavati, azt jelenti a hely, ahol a csillagoroszlánok lejöttek. A ritka ragadozókról először 1928-ban lehetett hallani, de csak a 70-es években kaptak nyilvános figyelmet, Chris McBride könyve a Timbavati fehér oroszlányai megjelenése után. Ekkor szerzett tudomást a világ a létezésükről, ettől kezdve a fehér emberek kívánatos vadásztrófájává váltak. Állományuk a vadászat miatt jelentősen lecsökkent, legutóbb 1994-ben láttak vadon élő egyedet. Napjainkban az állatkertekben és rezervátumokban élő fehér oroszlánok száma nem éri el az 500-at, melyből a tavalyi kölyökkel együtt 6 a Nyíregyházi Állatparkban látható. A 13 távozó futballista helyére 13 új játékos érkezett a kisvárdai futballcsapathoz. A friss szerzeményeket a hagyományos szurkolói ankéton mutatták be a klub szimpatizánsainak. A csapat vasárnap hazai pályán a Moson-Magyaróvár ellen kezdi a bajnokságot. Az ankéton azt is bejelentették, hogy 2018 áprilisától már az új stadionban játszik a kisvárda.
A megszokott helyszínen a Besenyei Gimnázium dísztermében tartotta hétfő este hagyományos szurkolói ankétját a kisvárdai futballcsapat. A rendezvényen bemutatták az új vezetőedzőt Kondás Elemért, valamint az új kapusedzőt Szabó Attilát is. Mivel a nyári szünetben 13 futballista távozott, az érkezési oldalon is jelentős a létszám. Az ankéton 13 játékos, Zöldesi Illés, Molnár F. Tamás, Andri Cserepkó, Verdzel Iván, Mihályló Zankó, Bogdán Melnyik, Prancsa Ilics, Lukács Rajmund, Fodor Ákos, Sergio Adrián Oltean, Hefler Norbert, Szőr Levente és Matija Misics vehette át a csapatmezét. A cél változatlan, az élmezőnyben szeretne végezni a kisvárda. Az elvárásunkat nem változott a tavalyi évben, mikor itt beszélgettünk, ugyanazt mondtam, hogy többek legyünk, mint az elmúlt szezonban voltak, és sikerült megvalósítanunk, akkor ugye negyedikek voltunk, most legutóbb harmadikok. Hát ha most többek lennénk, akkor az már egyértelműen feljutást eredményezne. Ezt nem lehet egyébként ilyen bátran kijelenteni, mert 13 új játékos ott és még várhatóak futballisták. Teljesen kicseréltük a keretünket, azért a kezdőből talán 4 játékos távozott, ha jól emlékszem. A többiek azok többé-kevésbé peremberek voltak. Most viszont hoztunk olyanok, akik tehetségesebbek, többet tudnak futni, fiatalabbak ezáltal, időre is van szükségük természetesen, hogy beépüljön a csapatba minden játékos, és megtaláljuk a megfelelő játékrendszert. A már tavasszal kinevezett vezetőedző, Kondás Elemér 6 hete készül a csapattal. A szakember szerint fontos a jó rajt. A csapat, amit mondtam is az elején, hogy folyamatosan alakul, tehát nem vagyunk még teljesen kész. Kell még néhány hét ahhoz, hogy mindenki a csapat rendelkezésére álljon, de én úgy vagyok vele, én mindig úgy vagyok vele, hogy nagyon várom az első fordulót. Nagyon fontos az, hogy az első fordulóban hogyan tudunk szerepelni. Győzelemmel szeretnénk kezdeni, az adna a csapatnak egy lökést. Hefler Norbert közel 100 NB1-es mérkőzéssel a háta mögött igazolt Kisvárdára. A 27 éves középpályás új csapatával is megcélozza az élvonalat. Elsősorban szeretnék feljutni. Ugye ez sikerült most kétszer az utóbbi 2 évben. Úgyhogy mindenféleképpen ez az elsődleges, hogy jussunk fel. Szeretnék a csapat hasznára lenni, igazából segíteni minél többet góllal, gólpasszal, mert elég jó érzés igazából feljutni, többször sikerült, és tényleg jó érzés ezért dolgozni. A szurkolói ankéton az is kiderült, hogy mikortól játszhat az új stadionban a kisvárdai csapat. Azért kértem a végén szót, hogy pontos információval rendelkezek. Most kérdeztem meg a kivitelezőt, illetve a közbeszerzés lebonyolító gazdasági társaságot, hogy na vajon mikor lesz már olyan állapotban a stadionunk, hogy műszaki átadás után használni is lehessen. És az információt kaptam, hogy 2018. március 31-ig meg kell csinálnunk a műszaki átadást. Ugye április 1-én lenne az első itthoni mérkőzésünk, talán az még egy kicsit korai, de azt gondolom, hogy a 15-i budafoki meccset azt már ott tudjuk játszani, és az igazán nagy várt az a 29-i megyei derbi a Kisvárda Nyíregyháza. Tehát úgy néz ki, hogy jövő év tavaszától már itthon a új stadionunkban tudunk játszani. A bajnokság vasárnap rajtol az NB2-ben. A Kisvárda főpróbája jól sikerült, Kondás Elemér együttese 2-0-ra vert a romániai Szatmár Németit. A nyitófordulóban a Mosonmagyaróvár látogat a Várkerti pályára. Új szerepkörben próbálja ki magát a Nyíregyháza Blue Sharks csapatkapitánya. Nagy Krisztián edzőként dolgozik a klub által szervezett nyári táborban. A kosárlabdázó egy másik sportágba is belekóstolt, mivel az országos strandröplabda sorozat állomásain szervezőként dolgozik hétvégenként. A sportolók általában nagyon várják egy-egy fárasztó szezon végét, de többségük legalább annyira várja, hogy vége legyen a nyári pihenőnek. Sokan nem is állnak le teljesen a mozgással, teniszezéssel, kondizással, futással igyekeznek megőrizni formájukat. És persze vannak olyanok is, akik sportáguk nyári táboraiban tartják karban magukat. Így van ezzel a kékcápák csapatkapitánya Nagy Krisztián is, aki a klub által szervezett foglalkozásokon igyekszik átadni tudását a fiataloknak. Nem először próbáltam ki magam már edzőként. 2 évvel ezelőtt a Kenguru csapatnál tevékenykedtem, mint másodedző, illetve a tavalyi szezon második felében vezetőedzőként kellett beugranom egy sajnálatos eset miatt az U16-os B csapathoz. Örülök neki, hogy felkértek, hiszen ezen a téren is ki tudom próbálni magam. Nagy Krisztián nyáron egy másik sportág kulisszái mögé is bepillanthatott. Igaz édesapja, a korábbi válogatott játékos Nagy Attila révén nem volt ismeretlen számára a röplabda. Elég korán megismerkedtem már a röplabdával is, úgymond második szerelem lett egy hobbi sport, azon belül is a strandröplabda.
és már tavaly felkértek, de sajnos az időm nem engedte, viszont az idén sikerült bekerülnem az országos strandlabda bajnokság rendezésének, vagyis hát a rendezésébe. Nagyon tetszik, hiszen egészen a velejéig bele lehet látni ebbe a sportágba, illetve rengeteg új helyre eljutottunk, új embert megismertem, úgyhogy ez is szintén nagyon tetszik. Nagy Krisztián elmondta, még jó ideig játékosként szeretne bizonyítani. Pályafutása befejezését követően azonban akár edzőként, akár sportvezetőként el tudja képzelni a jövőjét. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Átlagos vagy annál kisebb mennyiségű almára számítanak a szakemberek az idei nyár végén Magyarországon. A legnagyobb termőterületen, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében körülbelül több mint 18 ezer hektáron termesztenek almát. Az ültetvények körülbelül 15-20%-a szenvedett fagykárt tavasszal. Ez a termés már valószínűleg csak lialmának lesz értékesíthető. Két beruházásnak köszönhetően több mint 400 új munkahely létesül Kisvárdán, illetve Tornyospálcán. Sesztát Miklós fejlesztési miniszter kérdésünkre elmondta, Tornyospálcán egy fémfeldolgozással foglalkozó ukrán tulajdonú cég több mint 100, Kisvárdán pedig egy éticsiga exportban érdekelt francia vállalat mintegy 300 embernek biztosít majd munkalehetőséget. Ismét megjelent a magyar határ közelében az afrikai sertéspest is. A vírust alig 20 kilométerre a magyar határtól Bereg-Újfalunál mutatták ki, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kedden az MTI-vel. Magyarországon egyelőre nem jelent meg a vírus, amely a környező országokban már nagy károkat okoz. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 25-én kedden. Friss hírekkel legközelebb, holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Hideg front vonul át felettünk, majd távolodik tőlünk szerdán már egy magassági hidegörvény határozza meg időjárásunkat. Az éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor, nagy eséllyel várható, helyenként zivatar is kialakulhat. A nyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 14 fok között alakul. Holnap napközben gomoly felhős napos idő várható, zápor kis eséllyel előfordulhat. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. Csütörtökre a lehűlést okozó hideg légtömeg lassan kelet felé távolodik, enyhülni kezd az idő, de péntekig még messze nem lesz zavartalan a napsütés, és helyenként záporos csapadékra is számítani kell. A hétvégén várhatóan már a napsütés dominál majd, a hőmérséklet újra megközelíti, néhol eléri a 30 fokot a legmelegebb órákban, a jövő héten pedig visszatér a kánikula.